A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, köszöntöm a kezdőkör nézőit, hallgatóit, sportos kibeszélő műsorunk mai vezérfonala vagy témája, ha úgy tetszik, az lehetne, hogy hogyan váltsunk edzőt. Nem mindig jó, amikor a sport kapcsán legyen szó bármelyik sportágról, de mondjuk egy városban, pláne ha többször előfordul egy szezonban, hogy erről kell beszélni, de hát tudtuk, hogy bekövetkezik. Olykor ez egy kicsit váratlan, máskor nagyon is kiszámítható, hogy milyen hatása van, arról most majd beszélgetünk, mégpedig egy igencsak autentikus vendége többek között, hiszen itt van velünk Balázs Imre, a Alba Régia SC és a Köfém SC elnöke, aki gondolom sportvezetői pályafutása során számos edzőváltáson esett már át, nyilván ennek minden kellemes és kellemetlen oldalát jól ismeri, és hát nyilván ennek a döntésnek, ami tényleg mindig egy vezetői döntés, az indoklása vagy a beigazolódása az idő kérdése, úgyhogy nem is biztos, hogy mindig meg lehet azonnal ítélni. És itt van velünk még a stúdióban Németh Krisztián kollégánk, a Feula Fejér megyei Hírlap és a Fejér Média Centrum sport újságírója és Horog László, akinek a haja ma is tökéletes, mint mindig. Ezt csak azért mondom, mert a héten felmerült egy kolléganőnél, hogy nem megfelelően állt a haja a felvétel alatt és utólag sérelmezt, hogy ezt nem jelezték. Én most jelzem neked, Laci, hogy mint a gyufás katujából húztak volna. Ennyinnel nincs baj. A gyufa fejű tulajdonképpen. Az agysejtek agyonvágják a hajhagymákat, ez így zajlik. Ez sok nagy zseni igazolta, már például Einstein. csak nála ez valahogy nem működött. Többre vittem? Szóval az a helyzet, hogy főleg a labdarúgó kapcsán beszélgettünk itt a elmúlt adásokban jó pár héten keresztül arról, hogy mi várható, mikor unják meg a vezetők az eredménytelenséget, és aztán majd ma is beszélünk róla, hogy végül is ez bekövetkezett, és milyen következménye lett. De miután itt van velünk a kosarasok vezetője, aki egyébként ugye a kézilabda klubnak is az elnöke, ott hál' Istennek ebben a szezonban nem merült fel ennek a szüksége. De kezdjük tényleg a kosárlabdázókkal, hiszen az Arkonik Alba Fehérvár 5 mérkőzéses győzelmi sorozatot épített az elmúlt hetekben, ami különösen azok után ellentmondásos az előzőekhez képest, hogy 4 vereség után sikerült ezt a győzelmi szériát. Egy kicsit foglaljuk össze a helyzetet, ezt segítendő készült egy ilyen rövid bejátszó, amit most megnézünk. Az edzőváltás óta nem hibázott az Arkonik Alba Fehérvár. Alejandro Zubiaga február 10-én a Honvéd ellen ült először a kispadon, a csapat pedig 4 vereséget követően először nyert. Azóta pedig még 4-szer sorrendben a Kaposvár, a Sopron, a Nyíregyháza és a Debrecen ellen. Az 5 győzelemből 3-szor túldobta a 100 pontot a csapat, a szezonban pedig összesen már 9-szer, ami réglátott eredményes támadójáték. A jelenlegi 5 meccses nyerő szériához hasonló egyszer már előfordult ebben az idényben, még Matthias Zollner irányítása alatt. Érdekes, hogy akkor is zömében a most legyőzött ellenfeleket verte az Alba, vagyis úgy tűnik, az igazi értékmérő meccsek most következnek. A következő 2 fordulóban a táblázat második, majd első helyezettje, a Szolnok és a Szombathely érkezik Fehérvárra, és ellenük dől el, sikerül-e megtartani az alapszakasz végére a jelenlegi 3. helyezést. Ehhez az kell, hogy az Alba ne kapjon ki többször, mint a vele azonos pontszámmal álló Zalaegerszeg. Az egyéni teljesítmények közül ki kell emelni Somogyi Ádámét, aki az edzőváltás óta szárnyal 5 mérkőzésen 18 pontot és 7 gólpasszt átlagol, bizonyára nem függetlenül attól sem, hogy játék ideje is megnőtt a Zollner korszakhoz képest. Hát ez csak egy röpke illusztráció arra, hogy akár az egyének szintjén is lehet hatása vagy látszata annak, hogyha változik valami a szakmai stábban. Kezdjük talán azzal, mielőtt tényleg a konkrét történésekbe belemennénk, hogy azért mindannyian a sport közelében élünk. Nyilván mi újságírók kicsit valahol a középen a szakma, a benfentesek, illetve a szurkolók között. Egy szurkoló nagyon hamar ítéletet tud mondani, hogy mikor kell kirúgni egy edzőt, mikor kellene már gyorsan változtatni. Nyilván aki meg benne van, az pont látja, hogy ennek milyen egyéb összetevői bonyolultsága van.
Mi meg úgy vagyunk vele, hogy néha érezzük a szükségességét, néha meg is fogalmazzuk, néha meg sok év tapasztalat alapján azt mondjuk, hogy nem kell azért úgy kapkodni. Ti hogy voltatok ezzel? Például Matthias Zollner leváltása, amikor 4 vereséget szenvedett el a csapat, de egy olyan bajnokságban, ahol nyert korábban 5-ször Zsinórban is, hogy itt is elhangzott, hogy valójában az eredmények indokolják ilyenkor, hogy azt érzi az ember, hogy változtatni kell, vagy inkább valami más? Hát sosem könnyű egy edzőváltás, ezt hozzá kell tennem. Nyilván alapvetően profi csapatról lévén szó, mindig az eredményesség az, ami a domináló, de én mindig azt szoktam mondani, hogy a legfontosabb az, hogyha van egy stratégiai cél, van egy kitűzött célkitűzésünk, és az ahhoz vezető útban gyakorlatilag zsákutcából jutottunk, és nincs kimozdulási lehetőség, akkor kell edzőt váltani. Ez néha nem érte, hogy te említetted, nem mindenki érte egyet, leginkább a közeg nem mindig ért ezzel egyet, és már vagy régesen korábban, általában korábban szeretnének edzőt váltani, de ennek nagyon sok kimenetele van, nagyon sok szempontot figyelembe kell venni. Azt gondolom, hogy az érzelmi alapon való edzőcseréknek általában mindig rossz a következménye, tehát soha nem előremutató. Amikor egy racionális döntés születik, és ténylegesen körbe van járva az, hogy milyen hatásai lehetnek, és plusz-minusz az ember el tudja dönteni, hogy ezt mindenféleképpen így változtatni kell, akkor annak van értelme. Laci, nálad lett volna csere akkor, amikor Zollnert elesztették? Én egy picit előbb cseréltem volna már, de aztán az elnökkel beszélgetve ő azt mondta, hogy szerintem még nincs itt az ideje. Aztán a negyedik vereség után, amikor a 4 légiós összesen dobott annyit pontot, amikor most egy is többet dob, mint akkor mindannyian, akkor az egyértelmű jel volt arra, hogy változtatni kell, illetőleg most a debreceni meccs után a sajtótájékoztatón Debrecenben Fillmore mondott egy nagyon érdekeset, kérdezték, hogy a csapat miért így szerepel, és annyit mondott, hogy az edzőcsere után nyugalom költözött az öltözőbe és a klubházba, és azért ennek a mondatnak úgy gondolom, hogy üzenete van. Ezek azok a dolgok, amiket nyilván mi nem látunk, mint ahogy tehát a csapat és a szakmai stáb, vagy akár a csapaton belüli kémiákat, viszonylatokat is, nagyon nehéz megítélni, mert hogy mondjam, tehát egymást nem feltétlenül imádó edző is ért el sikereket csapatokkal, erre azért akár kosárlabdában a délszláv iskolára, ha gondolunk, tehát ott azért olyan edzők vannak, akikre ránézésre azt mondanád, hogy hát semmelyik játékos nem hívná meg a gyereke szüli napi zsúriára, az biztos. De a kemény kéz meghozza az eredményét, tehát nyilván ezt nehéz megítélni, hogy mi az a pillanat, amikor megtörik ez a kapcsolat már. Ez soha nem egy személyes felelősség. Tehát én azt szeretném mondani, hogy ez mindig azt mondjuk, hogy a legegyszerűbb edzőt váltani. Miért? Mert nem lehet csapatot cserélni, stb. A vezetőknek ez a legkönnyebb módja. Azért ez nem így van. Tehát én úgy gondolom, hogy abban az eredményben, amiben most jelenleg a kosárlabda volt a 4 vereségben, abban mindenki benne van. Benne vagyok én is, benne vannak a kollégáim, benne vannak a játékosok, benne van a Zollner is. Kinek mi a felelősség, ezen lehet vitatkozni, de mindenki benne van. Mindig általában az edzők viszik el a balhét, rossz kifejezéssel élve. Van, amikor jogosan, van, amikor nem jogosan. Én úgy gondolom, hogy a Matthias Zollner esetében tavaly, amikor harmadikak lettünk, akkor egy nagyon nehéz helyzetben vett át. Gyakorlatilag akkor az a fajta stílus, az a fajta kéz az sikeres volt most. Azt gondolom, hogy több összetevője volt. Bizonyos helyzetekben nem biztos, hogy azt a pedagógiai módszert kellett volna választani, amit ő választott. Nem mindig ahhoz kellett nyúlni, amihez kell, de még egyszer ebben azért a játékosok vastagon benne vannak, tehát legalább akkora a felelősségük, hiszen nem felejtettek el kosárlabdázni, és azon, ahogy a Laci sem tette, 4 meccsen döbtek összesen annyit, mint most egy ember, hirtelen mi változott meg. Az időpontját illetően pedig azt gondolom, hogy nagyon sok mindent figyelembe kellett venni. Tehát ez egy szerencsés kimenetelő időpont volt, amikor egy olyan csapat ellen játszottunk, ami várhatóan annak egy idegenben a Honvéd ellen azt gondoltuk, hogy egy sikerrel tudunk edzőt váltani, mert ez egy nagyon-nagyon fontos láncszáma volt. Azt gondolom, hogy bekerül egy új edző, hiába dolgozik nálunk régóta Handro, és ismeri a magyar mezőnyt, ismeri a játékosokat, azért egy vereséggel indulni, tehát hogyha mondjuk a Falko ellen játszottunk volna idegenben, akkor biztos, hogy sokkal nehezebb lett volna. És azt, ha a mérkőzés valaki látta, az úgy, hogy nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt, nagyon sokáig kiegyenlített volt a mérkőzés. Ugye most kezdenek a játékosok azt gondolom eljutni egy szintre, olyan, hogy visszatér az önbizalmuk, visszatér az a fajta teljesítmény, ami korábban volt. Most lesz nagyon nehéz, hogy ezt fent kell tudni tartani. Most lesz az, hogy olyan meccsek jönnek, ahol ezt ki kell csúcsosodni annak, hogy a nyugalom költözött, ez meg is maradjon, mert egy-két vereség után az a nyugalom
nagyon gyorsan el fog múlni, és ahogy szokták mondani az edző megint, hogy nem az edző, az elnök megint tök ideges lesz, és össze-vissza csapkod. Ez nem igaz, én nyugodtan kezelem a helyzetet, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy mindenkinek a felelőssége benne van. Ne úgy ítéltük meg közösen elnökségileg, illetve szakmailag, hogy ennek a döntésnek be kell következnie. Igen, szó volt arról, hogy egy mérkőzéssel korábban, vagy adott esetben még egy kicsit korábban változtatunk az edző személyen, viszont akkor úgy ítéltük meg, hogy ez a legjobb időpont. Egyelőre úgy néz ki, hogy ez sikerült, és bízom benne, hogy az alapszakasz két hátra mérkőzés is sikerre tudjuk venni. Krisz, te is láttad többször a csapatot, közvetítetted is ebben a szezonban. Mennyire volt az szerinted megítélhető? Mert én ebben voltam igazából gondban a Zollner korszak tavalyi időszakában is, meg az ideiben is, hogy én azt éreztem, hogy nem rossz edző ő, és amit akar, az érthető. Amit mi nem látunk, valóban ezek a személyes viszonyok, az öltöző kémiája, hangulata, hogy ezek mennyire tevődnek ki a pályára, és mennyiben ezért tehető felelőssé az, hogy mondjuk Zsinórban veszti el a csapat a meccseket? Hát jó kérdés. Az biztos, ezt bármelyik külső szemlélő levehette Mátiás Zollnerről, hogy 10 000 fokon ég mérkőzés közben, és hát valószínű, hogy mérkőzésen kívül is. Nyilván ezt a fajta attitűdöt nem biztos, hogy mindenki jól viseli, ezt a fajta, ha egyáltalán erről van szó, hogy mindenből a maximumot akarja kihozni. Én ezt nem tudom megítélni, nem látok a kártyák közé. Ami nekem eszembe jutott, és nem feltétlenül az Arkonik Albafehérvár kapcsán, hanem úgy általában véve az, hogy a legkiszolgáltatottabb elem ebben a gépezetben az általában az edző. Ugyanis beszélhetünk úgy általánosságban edző váltásról, amit valószínű, hogy sok esetben egy tudatos edző buktatás előz meg az öltözőben, mert olyan nincs, hogy elfelejtenek labdarúgók futballozni, elfelejtenek kosárlabdázók kosarazni, és itt most tényleg vonatkoztassunk el az Albától, de a Viditől szerintem annyira ne. Szóval, hogy érdekes dolog ez. Sok mindenről forgattak már filmet, nagy sikerekről, de kudarcokról kevésbé. Egy olyat is megnéznék most már a tévében, vagy valamilyen megosztó csatornákon, hogy ne a világbajnoki címről, meg a Premier League győzelemről szóljon a film, hanem mondjuk egy kiesés elleni küzdelemről, vagy egy bukdácsolásról, ami szerintem sok szempontból sokkal érdekesebb és izgalmasabb. Ez biztos így van, hát az 1954-es világbajnoki döntőnek azért komoly szakirodalma van, akár írott, akár film formájában is, ami nekünk magyaroknak talán a legfájdalmasabb valaha volt sportkudarc, és tényleg ott is az összeesküvés elméletektől kezdve a szakmai elemzéseken át nagyon sok rétege van annak, hogy egyetlen egy meccset miért veszít el egy válogatott, nem úgy egy bajnokságot vagy egy kudarc sorozatról beszélünk. Amit te is említettél, és amire már utalás történt, hogy a játékosok és az edzők viszonya valójában tényleg ezt a közönség látja bele, vagy valóban nagyon hangsúlyos akkor, amikor egy ilyen szituáció kialakul és egy döntés megszületik. Mert a néző olyan, hogyha azt látja, hogy egy lecserélt játékos adott esetben gőzölgő fejjel mond egy cifrát, vagy nem pacsizik, vagy levágja magát a padra, hát akkor a szurkolók rögtön kész forgatókönyvet írnak, hogy itt kikit utál, az azért lett lecserélve, ez azért lett nem visszaküldve, stb. Miközben tényleg lehet, hogy egy felhevült játékos a meccs hevében egy teljesen érthető spontán reakciónál többet nem csinál, és ez nem arról árulkodik, hogy egyébként az edzéseken ő hogy viselkedik. Ez mennyire jut el a klubirodába mondjuk egy ilyen viszony és ilyen kapcsolat? Mert én azt gondolom, hogy még a legnagyobb és legtapasztaltabb és mondjuk akár csapatkapitányi privilégiummal felrugázott játékos sem teheti meg azt, hogy bekopog az elnökhöz, hogy jó napot kívánok, rúgja ki az edzőt. Hát bekopoghatna, de igazából nagyon gyorsan távozna is onnan. Nem gondolom, hogy ez a játékosoknak a felelőssége. A másik, amit tudni kell, hogy rengeteg olyan, a játékosok is emberek, rengeteg olyan hatás éri őket, amikor egyébként a szurkoló vagy a közvélemény nem tud, akár magánéletben, akár bármilyen másban, és ez azért kivetül a pályára. Tehát nem mindig azért van ez a
színjáték, amit mondasz, vagy érzelemkitörés, kinek mi váltódik ki egy ilyen helyzetben, mert őt lecserélték, hanem lehet, hogy azért, mert olyan állapotban van, hogy éppen a felesége, a gyerekével bármi történik, otthon családi problémái vannak. Ez mind-mind megjelenik ezek a játékoson, hiszen a sport az egy emóció is, tehát jelen pillanatban ott minden látszik. Én mindig az emberek arcát szoktam figyelni, akár az edzőt, akár a játékosokét, és akit úgy látom, hogy valamilyen probléma van vele, vagy nem úgy viselkedik, hogy általában szokott, azzal mi is megpróbálom kommunikálni, megbeszélni azt, hogy milyen gondja lehet, vagy adott esetben akihez tartozik, akkor ő felvenni vele a kapcsolatot és elbeszélgetni vele. Mert ha valakitől mindenki megszokott azt, hogy senki nem szereti, ha lecserélnek. Tehát bármikor cserélik le, akár 20 ponttal vezetünk, akár 400-zal, akkor az nem fogja jól megélni. De ha az, aki egyébként nyugodt viselkedésű, és egyébként akkor az adott esetben egy teljesen másfajta érzelmi állapotot mutat, na ott azzal kell foglalkozni, és ez nem mindig az edzőnek a kompetencia, az ő felelőssége, meg neki kell elsősorban ezt megoldani, de vannak olyan problémák, olyan családi vagy egyéb élethelyzeti problémák, amit a klubnak kell megoldania. Ez a mi felelősségünk. Ezért említettem azt, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy a Matthias Zollner milyen fajta habitusú volt, nyilván egy német edző stílust hozott be, ami nem csak azt akarta megmondani, hogy milyen figurát kell játszani, hanem azt is, hogy a buszsofőrnek hogy kell vezetni. Tehát azért itt voltak... Az orvos, hogy gyógyítson. Igen, tehát itt volt egy-két olyan helyzet, ami nem feltétlen szokványos, de kezelni kellett néhány problémát, amit többé-kevésbé sikerült. Tehát azért nagyon sok közjáték volt a csapat körül, amiről nem feltétlen kell tudni a közvéleménynek, de ez is befolyásolja az egyes emberek teljesítményét. Én úgy gondolom, hogy egy adott problémát nem kezelt jól a Matthias, és ez gyakorlatilag oda vezetett, hogy gyakorlatilag elvesztette az öltözőt. Na, az a pont, amikor már fölösleges tovább várni, és fölösleges tovább húzni az időt, hiszen nem lesz változás benne, és akkor viszont lépni kell. Gondolom, hogy nem fogod elmondani, mi volt ez az adott probléma. Tippelni nyilván lehet, de hogyha mondjuk ez egy játékoshoz kötődik, vagy egy játékossal való kapcsolathoz kötődik, és azt mondod utána, hogy ebből kifolyólag aztán elveszíti az öltözőt, akkor tehát ez az, amit edzőbuktatásként, ahogy Krisztián fogalmaz meg aztán a közvélemény. Tehát ki lehet mondani, hogy a játékosok megbuktatták Zollnert? Nem. Én inkább tehát ez nem ennyire tudatos, én úgy gondolom. Tehát nagyon-nagyon kevés csapat van, nagyon-nagyon kevés játékos van, aki úgy el tudja hitetni azt a dolgot, hogy ő szándékosan megbuktat egy edzőt. Tehát van rá példa, hogy nem olyan teljesítmény nyújt. Ha azt nézzük, hogy nem olyan teljesítmény nyújt, akkor az nyilván edzőbuktatás, de sokszor ez inkább arról van szó, hogy nincs meg az a motivációs tényező a játékosban, ami ahhoz kell, hogy ő teljesen ott tegye magát. Ha konkrétan arra gondoljuk, hogy a Vojvoda Dáviddal milyen volt a viszonya a Zollnernek, amit sokan kritizáltak, ezt nagyon hamar ők tisztázták. Tehát volt egy ominózus szolnoki meccs, ahol úgy éreztem, hogy egy elnöknek be kell avatkoznia, mind a játékos, mind az edzőt én behívtam, elmondtam, hogy jelen pillanatban mi az a klub általi vélemény, vagy az általam képviselt vélemény, amit én ebben nem szeretnék a tövőben meglátni, és ez mindenki tartotta is magát, és az, hogy a helyzet rendeződött. Más jellegű problémák voltak, én azt gondolom. Benne volt az is, hogy külföldi játékosok kaptak nagyon komoly ajánlatot, és ugye a meglévő szerzőkből szerettek volna kimenni. Tehát rengeteg olyan dolog van, ami befolyásol egy adott játékosnak a teljesítményét, és ez kihatása van a csapat összteljesítményére is. Ugye itt a bejátszásban elhangzott, hogy a Somogyi sokkal több játék lehetőséget kap, és ezáltal kibontakozott. Rá például ez a fajta nyugodtabb légkör egy jobb hatással volt, és látszik is az, hogy kezd kiteljesedni, de önmagában ő versenyzik saját magával, versenyzik a társakkal, hogy minél jobb legyen, ami egy pozitív dolog, de nem mindenki tudja ezt úgy kezelni, hogy kell. Hát Somogyi Ádám valóban érdemes a kiemelésre, ugye ezen az első meccsen Zubiaga alatt rögtön egy tripla-duplát csinálta a Honvéd ellen, ami egy évben magyar bajnokságban azért nem olyan sokaknak sikerül a klasszikus fajtából ráadásul, és hát azóta úgy tűnik, hogy nála mintha az lenne a kulcs, hogy pályán kell hagyni, bízni kell bennie, ami nem könnyű egy olyan csapatban, ahol mondjuk az ő posztján három válogatott klasszis van egyébként vele együtt, tehát nyilván itt azért az edzőnek kell zsonglőrködnie a játékidőkkel, de a másik, ami ezzel kapcsolatban talán felmerül, hogy azt az öltöző le tudja magába rendezni, hogy akkor ki az igazi vezér, és ki az igazi labdát adott kulcspillanatban kézben kapó játékos.
mert itt az Albában azért erre is van most már jelentkező bőven, nem csak egy ember. Nem akarok a többiekhez beszélni fontosan, de... De olyan jó okosokat mondasz. Köszönöm, köszönöm, hogy nagyon nehéz. Tehát ez szerint az edzői kvalitás, amit gondolom, hogy megtalálni például egy két poszton három játékosnak a szerepeltet, és úgy, hogy mindenki 50 percet akar játszani. És azért azt gondolom, hogy az a szerencsénk, hogy ők komoly játékosok, tehát akár a Vólya, akár a Pongi, vagy az Ádám szemében is, ugye az Ádám még fiatal, tehát ő még bontogatja a szárnyait, de a Pong is egy túlidős játékos, de gyakorlatilag, ha egy megfelelő kommunikációval, egy megfelelő érzik azt a motivációt, hogy ők ki tudnak teljesedni, akkor azt gondolom, hogy ez előre visz. Most szerencsés helyzetben vagyunk, én úgy érzem, hogy mindenki meg tudja találni a helyét benne, mindenki azt a játékpercet tudja játszani, természetesen nem elég nekik, nyilván többet szeretnének, de ott azt gondolom, a hierarchia kezd kialakulni, és a csapat eredményességével ők jól érzik magukat. Ez egy nagyon-nagyon fontos szempont. Ahogy az előbb is mondtam, az egy nagyon nagy kérdés, hogy itt hol a határ, amikor az ne csapjon át egy olyanba, hogy már túlzottan lazaságba, vagy túlzottan könnyedségbe megy át. Egyelőre ez úgy tűnik, hogy működik. Nyilván egy nagyon kontrollált rendszerben, egy nagyon kontrollált feladatkörök meghatározásánál ott nem minden játékos tud teljesen kibontakozni. Az Ádámra, a Somogyedára visszatérve az jut eszembe, hogy ugye Déri Csaba mondta róla, aki rendszeresen ilyen egy podcastben elemezgeti a bajnokság esélyeit, hogy ő igazából ezért haragudott a legjobban Zollerre, és így egyenesen bűnnek tartotta, hogy a valóban az egyik legjobb és mindenképpen legígéretesebb magyar játékost ilyen szinten limitálta, és azóta kiderült, hogy amióta Somogyi megkapja a perceket meg a labdát, valóban szárnyal, ő ráadásul egy olyan típusú játékos, aki két meccset végig tudna játszani egymás után, fizikálisan is annyira rendben van. Úgyhogy ezért mondtam azt, hogy ha ezt a paklit nézzük, amiben van minimum két ászod a Vojvodával és a Somogyival, meg három ilyen légiósod, akik korábban bizonyítottak, valóban az lenne a realitás, hogy azért ne a nyolcba kerülés legyen kérdés egy Albának. Vannak olyan edzők, ott volt a szövetségi kapitány a labdarúgóknál, Bicskei Bertalan, imádtam, nagyon szerettem, nagyszerű ember volt és jó edző. Őneki az volt a mániája, hogy a legnagyobb sztárt bezavarta az öltözőbe első vagy a második edzésen. MTK-hoz oda került, kétszer szólt Illés Bélának és Hamar Istvánnak, hogy komolyabban kéne futni. Elkezdte komolyabban futni, bementek az öltözőbe és mondta Berci, hogy gondoljátok, föl lehet menni az elnökhöz. Felmentek, másnap a Berci volt az edző. Tehát vannak olyan élethelyzetek, ahol ez működik, de ilyenkor nagyon kell azt a határt tudni, hogy mi az, amíg az öltözőt még megtartod. Vojvodával közel harcolt egy évig, és néha úgy éreztem, hogy nem feltétlenül az edzőnek van igaza. Voltak olyan pillanatok, amikor azt mondta, hogy neki ez nem feltétlenül rossz, mert nagyobb erőkifejtése sarkalja. De voltak olyan élethelyzetek, amikor a Vólya azt mondta, hogy inkább nyugalomra vágyott volna, és azt nem kaptam meg. És utána volt a Pongóval egy heteken át tartó furcsa helyzet az edzőnek, és aztán jött a Somogyi affér, és aztán ez volt a döntőjét. Ráadásul a Somogyi megmutatta 21 évesen ellenünk tavaly az elődöntőben, hogy 30/18 és 15 assziszt. Tehát ő azért óriási potenciál lakozik benne, és nekünk is nagyon sokat tud segíteni, mint amit bizonyít is az elmúlt hetekben. Hát a kérdés, hogy tényleg majd ez mire lesz elég. Most arra gondolok, hogy az előző szezonban is ugye szezon közben történt edzőváltás, és ahogy már Jimmy említette, Zollernek meg kellett köszönni, hogy abból a helyzetből egy bronzéremmel zárta a szezon. Most hasonló a helyzet, ugye Alejandro Zubiaga belekerült a mély vízbe azzal, hogy egy komoly célokat kitűző csapatot még az alapszakasz közepén vett át. A kérdés az, hogy mikor, szerintetek mikor minősül lesz sikeresnek ez az edzőváltás? Nyilván nem attól lesz sikeres, hogy most 5 meccset nyert a csapat. Hát nem rossz ez így kezdetnek, 100 pont felé menni többször. Szimpatikus szerintem a csapat játéka, amennyit én itthon láttam belőle. De nyilván itt ez a szárnyalás akkor ér valamit, hogyha mondjuk az elődöntőben is sikerül kivágni a rezet, tehát mert akkor, ha nem, akkor ezt így mindenki el fogja felejteni, aztán majd meglátjuk, hogy Zubiaga mesterre lehet-e, vagy kell-e folytatni, vagy sem, de az biztos, hogy tűzoltásra kiváló, annál is inkább, hiszen azért egy jó ideje ismeri a csapatot másodedzőként.
Mit változtak esetleg a célkitűzések? Ugye nagyon érdekes a helyzet, itt ebben a bejátszásban is elhangzott, mert valóban ez az öt meccses győzelmi széria, ez tök jó, de gyakorlatilag pontosan ugyanezek ellen a csapatok ellen, Zollner össze megcsinálta ugyanezt az öt meccses szériát, ott volt a különbség, hogy a Szolnokkal egy korábban játszottunk a Debrecenhez képest, és ott becsúszott egy vereség, de hát, hogy a Kaposvárt, a Sopront, a Nyíregyházát, ezeket akkor is verte a csapat, tehát ha így ezt egymás felé teszem, azt mondom, hogy még önmagában ez nem bizonyította, hogy most akkor ennyivel jobb az Alba. Viszont hát jön két olyan mérkőzés, amiknek ráadásul komoly tétje van ugye a rájátszás szempontjából, és én azt mondom, hogy ezeken fog igazából megmutatkozni, hogy mennyire hivatott ez a mostani Alba. Mikor a Mátiaszt felmentettük, és Andról lett a kinevező, akkor beszélgettünk, hogy látja ezt a vezetőedzői poszt kérdést, és mondta, hogy ő egy dolgot tesz észre, hogy nálunk Magyarországon nagyon-nagyon türelmetlenek vagyunk, nem csak mi, hanem általánosságban a közeg az edzőköz. Tehát mi a kis megingásnál egyből az edzőhöz nyúlunk, mert azt gondoljuk, hogy ez a megoldás, és egy kicsit türelmesebben kellene kezelni, akkor azt hittem, hogy nyilván kezdő vezetőedző mit mondjon, hogy ez a legjobb André, de hát azért öt győzelem, hogy teljesen nem tett, azért az magáért beszél. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban jó kezekben van a csapat ilyen szempontból. Megfelelőképpen az, hogy 100 pontot dobunk meccsenként, azt gondolom támadó potenciálban az nem kérdés. Nyilván védekezésben lehetne jobbá tenni, ameddig nyerünk, addig azt gondolom, hogy ez nem jelent problémát. Igen, nagy kérdés, hogyha netentán becsúszik egy kudarc, vagy adott esetben mondjuk két vereség ezen a két meccsen, annak milyen lesz a hangulati következmény, és hogy kezeli a klub. Mert becsúszhat akár két vereség is, és ugyanúgy játszhatunk még döntőt, sőt, bajnok is lehetünk, és lehet, hogy megnyerjük ezt a két meccset, és nem jutunk a legjobb négy közé. De hát ez mindig egy pillanatnyi helyzet. Én azt gondolom, hogy azt a fajta állapotot, ami most van, azt kell közösen fenntartani, edzőstől, játékosostól, klubostól, mindenestől, szurkolóstól, hogy sikerülhessen az, amit szeretnénk. Mi bízunk benne. Én azt gondolom, hogy jó csapatunk van, olyan potenciálokkal, akik önmagában 3-4 olyan ember is játszik a csapatban, aki el tud önmagában dönteni egy meccset, és most egyelőre azt gondolom, a hierarchia is kialakult azzal, hogy játszunk. Tehát azért említetted a szolnoki meccset, hogy az korábban volt, azért ott volt egy affér az edzés a játékos között egy kommunikációs, meg utána egyéb problémák miatt, ilyen taktikai elmek miatt, de utána olyan majdnem megnyerte a meccset, tehát azt hozzá kell tenni, hogy nagyon nüanszó múlt az, hogy nem nyertünk ott, de mondhatnám a Pongut is, aki igazából azt gondolom, hogy bizonyította az elmúlt meccsekben, hogy egy nagyon komoly játékos, tehát de bárki tudnék mondani, tehát olyan potenciál van ebben a csapatban, ami tényleg merészebb álmokat is megfogalmazhat bennünk, de nagyon sok befolyásoló tényezője lehet, még addig nagyon messze van. Menjünk lépésenként, én azt gondolom, hogy szombaton kellene egy jó mérkőzésen nyerni a Szolnok ellen, és ha az megvan, akkor utána a Falkóra koncentrálni. Nem egyszerű, utána sem lesz egyszerű, hiszen a középmezőnben látszik, hogy minden csapat küzd a pontokért. Én bizodalommal vagyok az edző iránt, egyelőre azt gondolom, hogy ez tökéletesen működik, meglátjuk. Bocsánat, egy gyors kérdés elnök úrhoz, hogy általában az irodában megbeszéléseken is ezt a visszafogott higgadságot képvisel? Van, amikor felemeled a hangod? Van olyan szituáció? Nem, amikor... olyankor, amikor baj van, akkor azt mondja, hogy várj egy picit. Most várj egy picit. Nem, szoktam. Nem azt mondom, hogy gyakran szoktam kiabálni. Ha már kiabálok, akkor baj van. Szoktam azért. Nem feltétlenül azt gondolom, hogy a hangerőm múlik az, hogy... hogy kit mennyire tisztelnek és mennyire fogadják el. Igen, volt már. Szóval ki lehet hozni azért a sorsodra. Viszonylag ritkán, de ki lehet. Van az a pont, amikor már ki lehet. Hát reméljük, hogy nem lesz olyan eredmény, ami ezt indokolná. Ugye Laci a múlt héten mondta, hogy itt a Magyar Kupáról is érdemes olyan értelemben beszélni, hogy bár a lehető legnehezebb feladatot kapta a csapat, azzal, hogy idegenben kellene ugye Szombathelyen kiharcolni a négyes döntőt, de ha az esetleg sikerül, akkor tényleg egy olyan perspektíva nyílik, ami akár az egész szezon megítélését döntően befolyásolhatja, mert ahogy tavaly mindenki kissé kudarcosnak vélte, hogy nem tudtunk egy Szegeden túljutni a Magyar Kupában, itt nyilván, hogyha egy Falkón igen, és utána ott van a négyes döntőben a csapat, akkor már bármi lehet.
Valóban érdekes dolog ez, mert a tavalyi Magyar Kupát, amikor megvertük a Debrecen nagyobb magabiztos játékkal, Debrecen hazai pályáján kvázi, akkor én úgy gondoltam, hogy, és a Szeged 10 perccel később megtette azt a szívességet, hogy megverte a Falkot, én egész biztos se vettem akkor azt a Magyar Kupa győzelmet, meg a Szolnok se volt jobb csapat nálunk, de aztán végül is nem jutottunk túlzottan messzire, a következő körben kikaptunk a Szegedtől, majd utána közel 30 ponttal a Kecskemétől a bronzmeccsen. Én úgy gondolom, hogy valóban most nagyon sok mindenről határoz ez a Falko elleni negyeddöntő a kupában. Ráadásul úgy, hogy a Falko ellen azért mindig különleges meccseket játszunk, és én úgy gondolom, hogy ha a kupában bejutunk a négyes döntőbe, akkor nagy valószínűséggel lehet, hogy túlzott optimizmus megnyerjük, és én úgy gondolom, hogy az elkövetkező két meccs, ami a bajnokságban vár ránk, mert a Szolnok ellen, az elnök úrra beszéltünk a szolnoki meccs után, hogyha körülöttünk itt teljes nyugalomban és minden jól alakul, akkor ennél a Szolnoknál mi nem vagyunk rosszabb csapat. A Falko pedig én úgy gondolom, hogy számolni fog a magyar bajnokság folytatását illetően, hiszen ha itthon kikap ellenünk, akkor nagy valószínűséggel mi bejövünk harmadiknak. És az elődöntőben, ha minden a számtan szerint alakul, akkor van egy Szolnok Alba a második és a harmadik helyezett között, és a Falko hazai pályán kezd az Etével. És én nem gondolom, hogy ez az Ete bármennyire is közel van hozzánk, összemérhető játékerő tekintetében velünk. Mert Simon Balást itt meg kell dicsérnem, én úgy gondolom, hogy az igazolások tekintetében most a nyáron jót alkotott, hiszen ez egy nagyon erős csapat. És én azt hiszem, hogy itt az elkövetkező néhány hét választ ad a folytatás kapcsán is. Jó, hát meglátjuk. Edzőváltásokról beszélgetünk, meg ezeknek a hatásáról mi válthatja ki, és ha már itt van velünk nem csak az Alba régi, hanem a Köfém SC elnöke is, és még nem is kell helyet cserélni senkire, mint a régen a kivitkodokban a tűzjelőnek a zsonglőrrel, hogy mennyivel könnyebb egy olyan klubat céljait kitűzni, stratégiáját, amit említettél akár edzőkérdésben meghatározni, és mennyire lehet kijelenteni egyáltalán, hogy mondjuk a kézilabda csapat, amely nyilvánvalóan nem bajnoki címért, nem kupa szereplésért, vagy óriási diadalokért küzd, hanem egy meghatározott koncepció mellett építkezik, hogy azt mondhatod szeptemberben, amikor kezdődik a bajnokság, hogy hát itt aztán biztos nem lesz edzőváltás. Nem történhet olyan dolog, hogy itt bele kelljen nyúlni. Ugyanúgy jelen van. Tehát, ahogy említettem, nem feltétlenül azt határozza meg, az eredményesség egy fontos szempont. Nyilván a kosárlabdán az eredmény az egy alapvetően meghatározó. A kézilabdán az eredményesség sok ok miatt nem lehet számon kérni, hiszen más dimenzióban mozognak néhány csapat, mint ahogy a mi csapatunk. De ettől függetlenül abban van egy stratégiai cél, amit szeretnénk elérni, már pedig az, hogy a játékosaink minél többet fejlődjenek, és az adott értékből a lehetőleg többet hozzuk ki. Amíg ez működik, addig értelemszerűen nincs kérdés az edző személyét, illetve amikor probléma van, tehát nincs meg az a fejlődési szakasz, hogy nincs meg az összhang, akkor kell beavatkozni kézilabdában, vagy akkor kell az ilyen jellegű csapatoknál beavatkozni. Jelen pillanatban ebben az évben ez nem probléma. Úgy tűnik, hogy az edző és a játékosoknak a viszonya az teljesen komfort, tehát teljesen jól működik ez az együtt dolgozás. Tehát ott is azért szükséges, tehát ez nem célok függvénye, és nem azt gondolom, hogy az eredmény, csak az eredmény határozza meg, nagyon-nagyon fontos, de befolyása más tényező is. Most itt a labdarúgás, nem akarok belemenni, de például amikor az van, hogy már nincs tovább, akkor kénytelen vagy ez is, teljesen de a csapat az hol helyezkedik el. Tehát azért vannak a világban olyan bajnokságok, ahol mondjuk egy harmadik, negyedik helyen lévő csapatok is edzőt cserélnek, hogyha úgy ítélik meg, hogy nem lehet vele tovább lépni. Tehát nagyon komplexen kell ezt nézni. A kézilabdában nyilván mások a célok, mások a lehetőségek. Az a koncepció, hogy a fiatal játékosok beépítése, én úgy gondolom, hogy ez működik, nálunk egyelőre ez folyamatos, így hogy nincs ok arra, hogy évközben bármilyen edző kérdésről beszéljünk. Nyilván így utólag is jó döntésnek bizonyult, bár akkor ez is egy kicsit kényszer volt, hogy az utánpótlásból emeltél fel egy fiatal szakembert, aki azóta ráadásul ugye a felnőttek közt is izmosodott, rutinosodott, ugyanakkor benne van még nyilván az a véna is, hogy hogyan kell fejleszteni, építeni a fiatal játékosokat. Hát egyébként, amit az edzőről, igen, tehát hogy mikor elveszti az edző az öltözőt, nem tudom, hogy most olvastátok-e Conte esetét, aki a negyedik helyen, ahogy te említetted, egy Premier League-ben áll a negyedik helyen, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy gyenge szereplés lenne. Hát a legutolsó meccs után páros lábba beleszállt a saját csapatába, elmondva, hogy nincs csapat, hanem önző játékosok vannak, akik csak a saját érdekeik motiválnak. Gyanítom, hogy elvesztette az öltözőt egy ilyen nyilatkozattal, amiben éket az a furcsa, és itt visszatérhetünk arra, hogy akár igaza is lehet.
Az edző csak rosszul jöhet ki a dologból, hiszen tudja, hogy az ő bőrére megy, látja, hogy a játékosai egyébként esetleg valóban nem játszanak igazi csapatként, de amint ezt kimondja, vége van, tehát gyakorlatilag percek kérdés, hogy Contét ki fogják rúgni a tatelemtől. Krisztiánra visszóltva, egy edző az lehet tényleg, tehát okos nem lehet, az biztos. Igen, de tehát azért a játékosok kiválasztásánál a csapat szerkezeti, a játékstílusnál azért ő azért befolyásoló tényező. Tehát amikor ha valaki a bajnokság felkészülését azt mondja, hogy jelen pillanatban ez a csapat nem alkalmas mondjuk bajnoki címre, mert kiderül neki, és ezt mondja a 20. forduló után, az nyilván az egy megfontolt edző, az érdemes. Aki az elején azt mondja, hogy bajnokságot nyerünk, majd a 20. forduló után kiesés ellen küzdünk, az meg Kókler, azt meg el kell zavarni, mert jelen pillanatban az ő választotta az embereket, ő választotta a játékosokat. Tehát azért egy kicsit az, hogy egy csapat hogy alakul, milyen az arculata, milyen a képe, azért az függ az edzőtől. Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt szóba került a játékosoknak a hozzáállásbeli dolga. Azért általában egy edzőváltás után rövid távon mindig sikerek jönnek. A legjobb példa erre az Érd női kézilabda csapata, aki kiesés ellen küzd, leváltották az edzőt, jött egy NB1-ben még ismeretlen edző, és elmentek Békés Csabára, és megverték a Békés Csabát idegenben, azt hiszem az a második győzelmük. Tehát rövid távon azóta megint nem nyertek meccset. Tehát nyilván rövid távon van egyfajta motiváció, és erre meg azt mondom, hogy az edzőnek a felelőssége megvan, de a játékosokon kell elverni, mert ha jelen pillanatban tudtak egy Békés Csabára úgy játszani, akkor valószínűleg a többi meccsen miért nem tudnak azzal a motivációval játszani. Tehát sok összetevős ez a dolog, nincs itt fekete meg fehér. Nyilván kívülről a szurkolók, a csapatot körülvevő személyek látnak egy képet, de hogy valójában mi a hogy épül fel, az nehéz. Conte visszatérve, azt gondolom, nincs kérdés. Tehát ott a vezetőnek sokat nem kell gondolkodnia, hogy mi legyen a következő napra az edző kijelöléssel, mert onnantól kezdve nincs tovább. Tehát ha valaki egy ilyet tesz, mert bizonyos személyekkel, bizonyos elemekben ki lehet mozdítani a játékosokat, de ha állandóan, és ahogy beszéltünk is a Czolnai esetében, az állandó pressziót például mondjuk a magyar játékos közeg nem bírja. Tomislav Cvic végtelen sikeres volt, Szerbiából megérkezett először Kecskemétre, és nagyon-nagyon jól dolgozott, megtalálta a hangot, és a folytatásban, amikor elment Mezőkövesdre, akkor ott rögtön kijelentette, hogy Dombó Dávid, aki szerintem egy jó kapus és kiváló ember, alkalmatlan, médián keresztül a többi játékost is lekutyázta, nem maradt sokáig. Elkerült Paksa, nem kezdett rosszul, majd közölte, hogy nem rossz az a keret, de 10 játékost cserélni kéne ahhoz, ha nagyobb célok lennek. Nem maradt ott sem sokáig. Tehát itt azért fel kell mérni a lehetőségrendszert, és mondom, ha valóban az edző leginkább kiszolgáltatott, de az öltözőt ő irányítja, és ha rosszul irányítja, akkor ennek ez a következménye. Vannak olyan edzők, akik úgy gondolják, hogy én profi vagyok, a játékos is profi, nem foglalkozom a lelkével, az a dolga, hogy megkapja a fizetését, teljesítsen. Van olyan edző, ebben volt Egervári Sándor nagyon nagy, hogy leült, bármilyen problémával mehettek hozzá, és ő volt érdekes, hogy azért lehetett talán annyira sikeres Magyarországon, mert ha bármilyen gondod volt, mehettél hozzá, és a cserejátékos is tisztelte. Tehát ővele is megtalálta a hangot, és elmagyarázta neki, hogy te miért nem kezdesz. Van, aki úgy gondolja, hogy nem foglalkozom vele, mindenkinek a magánélete, a pályán nyújtson. Magyar labdarúgásban talán már változott, de évtizedekkel ezelőtt nagyon fontos volt a lélek, és ebbe az edző, aki tanár is volt, Gele Imre, ebbe volt nagyon nagy, hogy ő pedagógusként volt óriás. Nyilván a szakmát is tudta, de a sikerekhez elengedhetetlen volt az, hogy a játékos szívével is foglalkozzon egy edző. Hát persze nyilván a közvélemény ezt úgy is redukálja le, hogy simogatni kell a buksijukat, és ilyenkor szokott jönni a másik érv, hogy ezért a fizetésért ne kelljen már simogatni a buksijukat. De hát ha már átnyergettünk a foszira tényleg itt az adás végén, azért a másik edzőváltás, ami ugye, ahogy mondta is Jimmy, rövid távon feltétlenül bejött a Vidinél történt, végül is csak leváltották Huszti Szabolcsot, jött egy szerintem nálunk senki által nem ismert lengyel-svéd viszonylag fiatal vezetőedző, és megverte a csapata a Honvédot, ráadásul nem is tudom hány meccs óta először nem kapott gólt, ilyen még az idén nem történt meg ebben az évben. Ez is biztos, hogy egy kicsit a rövid távú meg a lélektani hatást. Most föltettek egy videót a klub honlapjára az öltözőbeli meccs előtti, meccs utáni dolgokról, tehát azt látszik, hogy ez az edző azért tudja, hogy kell szólni a csapathoz, kicsit lelkesíteni, kicsit a lelkekre hatni.
olyan játékosok is pályára kerültek, akik huszti alatt nem, sőt már kis túlzással elásva voltak inkább, tehát egy nagyon rövid idő alatt valamibe belenyúlt. A kérdés nyilván az is, hogy hosszú távon szakmailag tud-e majd annyit újítani, vagy hozzátenni, hogy azok a játékosok, akik nyilván nem felejtettek el futballozni, azok újra egy kicsit felidézzék a korábbi önmagukat. Hát az igazság, hogy nekem mindig Marko Nikolić jut eszembe, aki azért az elmúlt időszak meghatározó vezetőedzője volt a Vidinél, és hát amikor Vaduzban megtörtént az égés annó, akkor nekem ott már feltűnt, hogy úgy, hogy egyébként a Magyar Kupa döntőben annyira föl volt spanolva, hogy a stadionból kiküldte a játékvezető, utána Vaduzból, amikor égtünk, akkor csak ült egykedvűen a kispadon. Az már cseppet feltűnő volt, hogy itt lehet, hogy nincs meg az öltöző, és akkor jött ez az ominózus Puskás Akadémia meccs, ahol a kontránál a Vidi megállt a félpályánál, és nem támadott tovább. Azt hiszem, ez az edzőbuktatás fogalmát szerintem kimerítette, és hát így becsültük meg őt, azóta meg csak lavírozunk a susnyásba, és nem jönnek az eredmények. Szerintem ott kezdődött a lefelé igazából, és... Hát talán most megint egy olyan edző jött, aki legalább olyan hát, közegben volt jó, előtte. De volt ilyen, tehát a Honvédot az 4-0-ra vertük össze. Igen. Meg utána nem tudom, a Petrosul, nem tudom, Moldáv, nem tudom, ellenfelet még többel, és a Köln ellen nem fociztunk itthon. Igen. Tehát, hogy valami... Nincs tudni recept, majd kiderül hosszabb távon nyilván. Azt tudom, hogy Lassival beszélgetünk adások között is az elmúlt hetekben, hogy de nem volt azért, hogy annak a nagy hív, hogy Nikolić is ott kell visszahozni feltétlenül. Abban az esetben, hogyha nem hoz 8 délszlábot az öltözőben. Tehát amíg működött a rendszer, a Lazovic hozzátette azt a pluszt, a két Csepovics, Marics, Hodzsics, csak a végén már nagyon sokan voltak, és emberi sorsokról döntöttek. Tehát itt annak idején Hajnal Csaba mondta, aki azt a nagy Veszprémet felépítette, hogy bement egy veszprémi kávézóba, ahol a szlovén, a horvát, a szerb, a bosnyák és a macedón amúgy hát nem szeretik egymást, de amikor arról volt szó, hogy egy klubot irányítunk itthon, egy magyar klubot, akkor ők tökéletes összhangban voltak egymással. Tehát azt a fajta délszláv mentalitást nem szabad beengedni oly mértékben, hogy volt már itt annak idén példa 20 évvel ezelőtt, hogy a végén az erőléti edzőtől kezdve a masszőrön át, kvázi a takarítóig is mindenki délszláv volt, mert ők ebbe erősek. És kívülállóként úgy gondolom, jól is csinálják, hogy nem engednek be közéjük mást, hogyha ezt a fajta hatalomátvételt egy klub meg tudja akadályozni, akkor a Marko Nikolić egy tökéletes megoldás lett volna, és a kérdés az, hogy milyen feltételekkel vállalta volna, és ő hogy gondolta volna, hogyan továbbot. Hát egy abszolút autentikus, egyrészt klubvezető, aki váltott edzőt, volt futballista, azt nem mondom, hogy buktatott is, mert az már nagyon jó kapus volt. Láttam 11-es védeni az élvonalban. Igen, tehát azért nyilván tudod, hogy fociban is ez hogy működik. Nagyon-nagyon szeretnék óvatosan fogalmazni, mert nem szeretném, hogyha tisztelem a videóton, tisztelem a vezetőit. Nagyon-nagyon nehéz az a vezetői helyzet, amiben most ők voltak. Évközben cseréltek egy edzőt, ami nem igazából volt sikeres. Ezt valljuk be. Én inkább egy kicsit azt látom, hogy ott a koncepcióval is egy kicsit baj van, hogy jelen pillanatban milyen irányban és hogyan induljon el a klub, hiszen egy remek lehetőséggel, egy nagyon jó felépített klubról beszélünk egyébként önmagában, nagyon nagy elvárásokkal, valami nem működik. Azt gondolom, hogy ott egy kicsit a rendszert kéne irányba tenni, és hogyha a rendszer irányban van, ahhoz megfelelő személyeket találni. Az edzőknél, a labdarúgó edzők esetében azért látszik, hogy azok a személyiségek, azok a klubok vannak jelen pillanatban most Magyarországon előre, hogy olyan vezérszemélyiség van, vagy egy olyan, akire oda kell figyelni. Tehát, hogyha belép az öltözőbe, akkor mondjuk megáll a levegő. Ezt egy kicsit hiányoltam eddig, ha megmondom őszintén. A mostani új edzőnél látszik, hogy a rendre odafigyel, már egy kicsit rendezettebbek, akár a játékrendszerben, akár bármilyen rendezettebb viszonyok vannak, de nagyon-nagyon nehéz. Tehát az mostani edzőváltást várták, hogy hát, ha megmozdul egy kicsit a belső motiváció, én megértem őket. Nagyon-nagyon nehéz helyzet, hogy már cserélsz egy edzőt, még egyet cserélni, de muszáj volt. Tehát eljutott az a pont, én is azt gondolom, hogy nem volt tovább. Tehát innen tényleg nagyon-nagyon nagy problémák lehettek volna. Bízunk benne, hogy ha csak rendbe teszi az alapvető dolgokat, és irányba állítja a játékosokat, és kialakít egyfajta
irányt az új edző, már akkor is azt gondolom, hogy nagyon sokat tett ezért, és akkor Vidi elindulhat fölfelé. Minden esélye megvan rá, azt gondolom, a játékosok szempontjából ennél sokkal jobb játékosok vannak benne, mint ahol most jelenpróban szerepelnek. Hát annál egyébként komoly, komoly bizonyítási lehetőség lesz a válogatott szünet után az Ülői úton. Úgyhogy főleg Négónak, akit ugye most szerengetek a Vidi keretében, mert fegyelmi vészséget követett, hogy a válogatottnál készül fel a következő mérkőzésekre. Hát talán ez is mutatja, hogy tényleg rend lesz végre a ház körül. Huszti Szabolcs egyébként kontei nyilatkozatokban erős volt, hiszen volt olyan meccs, ahol ő is kvázi a játékosokat tette ugye felelőssé a hozzáállásért. Neki sem sikerült ezt hosszabb távon edzői kispaddal meghálálni. Bár a negyedik helyen lennénk, mint a Tadelen. Igen, igen, a Premier League-ben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Hát én nagyon bízom benne, hogy ilyen témákról már legközelebb, vagy ebben a szezonban semmiképp nem kell beszélni, inkább csak azokról a sikerekről, amelyekben reménykedünk mindegyik fehérvári csapat kapcsán. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. A figyelmet is köszönöm, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.